Üdvözlünk minden kedves nézőt a mai nap második Bio3-as meccsén Észak-Amerikába. Csak egy gyors pofa vizitre jöttünk, többre nem. Már bajnokválasztás érkezik is. Cloud9, Echo Fox, Servus Pierce, én is üdvözlök mindenkit. Már lassan jó reggelt fogok kívánni. A Nivea tiltás Froggen ellen, tök logikus, érthető. Viszont az Illion tiltás az, ami mostanában leginkább szerintem a Cloud9 ellen szokott érkezni, hiszen... Te láttad ezt? Nem. Nem. Jó. Hiszen mostanában egyébként ez a Illion tiltás, ez az Illion választás leginkább Jensennél, hát csodákra képes. Ezen kívül pedig ugye a Sivir és az S tiltást lehet kiemelni, hiszen villámgyorsasággal érkeztek is. S-sel Sneaky jó teljesítményt tud nyújtani hétről hétre, más karakterekkel nem mindig. Tehát nem lehet egy átlag szintet belőni neki, még talán Jhint várhatnánk tőle. Még a Sivir tiltás Keith ellen. Hogy azért mondom, hogy jó, mert... Ezt várj egy picit. Tudom, mit akarsz mondani. Azért mondom, hogy jó lehet, mert így a második körben az Echo Fox biztos nem hozol egy karmát és egy Sivirt. Hogy lehet? Hogy lehet, hogy... Kíváncsi vagyok. A Cloud9 jelen pillanatban kitiltja Anivia-t, Sivirt és Vladimirt, és én szomjan fogok halni, pedig külön megkértem a kollégákat, hogy kérek szépen üdítőt. Hölgyeim és uraim, még mielőtt ez a mérkőzés megkezdődik, szeretnék mindenkit felkészíteni lélekben. Pierce fáradt. Kicsit. Míg Zilán, S és Mazár tiltásfér a Fox-tól. És az a poén, nem is én vagyok a legrégebb óta bent. Illetve Vladimir, hát nem. Hanem Buci, mert el is aludtam ráadásul. Mondjuk 3 órát aludtam, mert olyan meleg volt este, hogy hihetetlen. Buci 9:30 óta itt van. Így van. Impact választás! Rek'Sai-ra esik. Míg a másik oldalon egy Jhinen és Twitch-en gondolkozik egyszerre, Fox egyetemi nem igaz. Ez a gondolat, nem minden, hogy Twitch hard jungle érkezne most ezen mérkőzésen, és Trindavierre megint csak nem. Csak nehogy úgy legyen, mint az előző meccsen, hogy bemaradt egy pár érdekes karakter, amint Koreában a Teemo. Hát de függetlenül ugye a Jhin választást megérteném, a Twitch-et szintén, de nem tartom túl bölcs döntésnek most jelen pillanatban a Cloud9 ellen. Lesz elég baj a Foxnak, nem hogy az új karakterekkel próbálkozni a Cloud9 ellen. Jhin és Karma páros érkezik az alsó ismér, a kivirágzás, ennek két karakternek baromi szépen fog is egyszerűen működni, melyen mindenkiben kellemetlen perceket van okozni majd Sneaky Smoothie párosának. Azért is jó ez a választás, a Jhin választás Cloud9-nál szemben, mert mondtam, hogy Sneakynek es és Jhin a jelenleg legkedveltebb lövészei, hogy ezen felül mit fog elhozni, de az az igazi rejtély. Karma pedig, hát talán még mindig az egyik leghasznosabb támogató karakter. Én azt hiszem, hogy Bunny Fufu volt az, aki inkább jeleskedett a tankosabb támogatókkal, Smoothie, hát leginkább Karmával szeret támogatni, akivel a lövésznek a hátsójában lehet és védheti. Ugyanerre alkalmas lehet amúgy Bárdal is. Pill potenciál megvan ebben a karakterben, és a felső esvére pedig Impacthez Shen fog érkezni, akinek a globális ráhatása még mindig írtózatos. Smoothie Bard, Bunny Fufu még bárdozott szintén, a Cloud9 egy Bardra specializálódott csapat, viszont Bunny Fufu valószínűleg már nem fog játszani a Smoothie helyett. Ő már másfél hete kijelentette, hogy szeretném, hogy maximálisan csak a streameléssel foglalkozni, és kicsit visszaállép az LCS támogató játékos szerepkörből. Froggenen a kérdése, mit hoz, mit válasz? Anivia-t elsőképpen kapta az arcba, mint tiltott karaktert. Hú, te gondterhelt arcot vágott Froggen, az edző pedig körre megy a gépeken, hogy te komolyan beválasztottál Jhint? Ti mit akar? Hülye vagy? Ez komolyan, nézd meg! Mint semmi nem jó. Genk meg gondolkozik körülbelül a KFA felső ösvén, aki megint csak tavasz óta már el van tűnve KFA. Miután a Malphite nem meta karakter és nem hozza senki, KFA-nak is csökkent a képessége 70%-kal. Legalábbis nem látjuk csillogni, villogni. Genk meg ezt most megteheti, Shennel szemben. Tudod mi lesz a legrosszabb? No. Ha ez egy középső ösvény Gangplank lesz, mert Froggen ezzel a karakterrel majdnem képes volt ugye felállítani a világrekordot, ami a farmot illeti. Ez pedig előrevetíti, hogy milyen hosszú mérkőzésünk lesz. Ne ijedj meg, csak mondom.
jó. Jelen pillanatban várunk egy lövészt és egy középső ösvényest a Cloud9 csapatához, tehát nekik most már biztos minden adóvászt fel kell fedniük. Az Echo Foxnál pedig ezután fog kiderülni, hogy vajon tényleg középső ösvényes lesz-e az a Gangplank, vagy megy a felső ösvényre KFO-hoz, és akkor viszont Froggennek kell valami újat mutatni a Cassiopeiával szemben. Kassadin? Jó döntés lehet. Viktor megint csak. Viktor marad végül Froggennél. No, egy dolgot mindig is el szerettem volna mondani Froggen teljesítményére, hogyha Viktorról van szó, az, hogy mindig maga biztosan jól teljesít. Nem nyeri feltétlenül az ösvényét, de jól teljesít még akkor is, ha mindenki más rossz szabul teljesít az ellenfél csapatához képest az ösvényen. Froggenben van egy magabiztos készség, ami mindig egy alap löketet ad a csapatának, de ez LCS-ben egyértelmű statisztikában is látszik, hogy ide sajnos ez önmagában kevés. Filóztunk azon is múltkor, hogy milyen, amikor körülépítenének új csapatot, a Pepi-féle szindróma ismét feljöhetne. Nem biztos, hogy sok értelme van, viszont Ezreal lesz Nikinél, és a Cloud9-nál már két játékos is hozott pentát. Mint Jensen, mint Sneaky, tehát eléggé penta orientált csapat. Ismételtem? Aha. Hát ugye pont a múlt héten Sneakynek volt ilyesmi élményekben része, nem is ez a lényeg, hanem hogy mondjon a bélyeg és hogy elkezdődjön a mérkőzésünk, ami eléggé nagy mértékben, ha csak a statisztikát nézzük, akkor 10-szeres arányban kedvez a Cloud9-nak ugye a győzelmeket. Hogyha egy pillanatra megtekintjük, egy van az Echo Foxnak, 10 a Cloud9-nak. És 15 bukott meccse a Foxnak. Az elég durva. Finom, finom. Ez amikor egy meccset tudsz összekaszabolni a két hónap alatt, ez az oké, hogy matematikailag nem a legjobb, viszont abba gondolj bele, hogy mit érezhet mondjuk egy Froggen kaliberű játékos. Mert azért Froggen nem odaillik bele. Én se úgy érzem sajnos. De erről előző héten is beszéltem, mert ódákat zengetni, viszont vagyunk töltve a játékba, most már abszolút ezt is látjuk magunk előtt, ahogy a Cloud9 kék színben, míg a Fox piros színben fognak játszani. Az a kérdés, hogy lesz-e invázió? Egyelőre tornasor, mind a két oldalra mindenki ugyanezt az átjárót nézi, hogy jönni akar-e valaki. Nem. Ami már önmagában ez egy hosszú meccset tud jelenteni igazából. Hogyha ilyen lassan próbálnak, hogy egymásnak tapogatóznak két csapat tagjai. Közben érkezik hozzánk az információ, most kapjuk a fülesen keresztül, hogy a Phoenix One csapata az Immortals-zal szemben egyrészt el tudott hozni egy első gyilkosságot, másrésztről Mordekaisert is elhozták. A Joker... Dzsungelbe? Joker karakter, vagy nem Batman. Tudom. Jó, most a Suicide Squad miatt most már Joker nem. Pörgés. Amúgy az jó lesz. Ugye? Na, pont Venom néztem. Alig már, hogy megmutassam a játékaim. Akkor van ezek a... Na mindegy. Smooth is Nikki, Krug. Keith Big Baker. Kezd XV plusz. Land bum bum. Kinek írtam? Miről beszélsz? Lemölött a telefonod, de rossz. Tök durva, pont most. Tök durva. Na mindegy. Ösvénycsere nem lesz a mérkőzésen, tehát az alsó ösvényre fognak érkezni Keith, illetve Big és Sneaky. Vagy Smoothie. Ezt még elmondani is furcsa egyébként, Sneaky és Smoothie. De hát ez így van. A lényeg pedig annyi, hogy mivel nincsen ösvénycseri szituációnk, én azt várnám... Hoppá, jó, a kábítás Smoothie-tól Keith-re válaszolni. Mellé ment a válasz Keith-től Sneaky-re, viszont a kábítását igen, mellé lövi, de ez a kritikus csapása belement Smoothie-ba. Jó a sebzés Keith-től, és Smoothie azért lassan életerő nélkül lesz, életerő hiány. Sneaky pedig szépen másik oldalra próbálja kóstolgatni. Amíg Smoothie eszi meg a sebzést, az mindenképpen kényelmesebb és komfortosabb a lehetőség Sneakynek ugye kivirágozni az ösvényen. Végre jó a kábítás megint Smoothie-nak köszönhetően, ketten ütik Sneaky arcát. Hát ez szomorú volt. Hoppá! Az jó! Viszont azok bizonyos meleg kis kakaó, vagy nem tudom, ennek a őrszem hős kinézetek milyen üdítője van.
mindenképpen életerő tölt, míti, az pedig az alsó ősvén egyértelműen akar jönni, rajta vörösszeder, hátlassítás, plusz sebzés, minden lesz rajta. Kif és Biberi már vissza kell lépni, jön Mítios, villantást lehet kiszedni, Big Boy van lehet, Kif szintén, most van az a Sneaky, Sneaky sok sebzés, ezt meg gyógyítása benn van még, de nem akar elhasználni. Míg Jensen szintén ki lett kergetve egy másik ösvénről, aktívoskodnak az úri emberek. És a gyorsítást amúgy el is kellett használnia. Hát, azért volt jó, hogy Hardy érkezett erre a középső ösvényre, mert Froggen egyelőre halál közeli élményekben van. Hard viszont visszafordul még egy körre, azt találja, hogy ez nem az a kanyar, de mégis! Ó, Jensen villant most már nem csak gyorsított, hanem villant is. Miképpen szeretném megköszönni Molnár Árpádnak a donációt. Van itt hozzáfizet üzenet, Pierce, ébredj fel! Akkor ebből a logóból veszünk HB-t szerintem, srácok. KFO és Impact párbajozik a felső ösvényen. A lő aztán kérdez, Istenem, a Q-val! Olyat sem vesz KFO Impactra, amit igazából nem tud lereagálni sehogy sem Impact. Ha a pajzsát nem tudja használni, megint csak jó KFO sebzés, de elfogyott a manája, megindul Impact, jó a penge használat, KFO bajban, KFO még éppenségesebb ez, KFO, mi lesz ezután KFO? Nem tudom, lesz szinkronvirralás, vagy nem lesz szinkronvirralás? Nincs szinkronvirralás, csak KFO menekül meg végül. Köszön, meg szeretnék köszönni Liz Main 6-nak a hostot. Így van. Köszönjük szépen. Teleportjával közben KFO érkezik is vissza, hát ez egy nagyon szomorú és hát olcsó vásárlás volt. Ez Zafir kristállyal térhet vissza, ami plusz sebzést nem ad neki, de legalább több manával tudja majd Impact Shen-jét büntetni, vagy túlélni ellen ezt az ösvényt. Most viszont ugye Impact felé tolódik az ösvény, ami egy kevés életerősennek nem biztos, hogy leányálom. Húú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 
egyébként. Meglep, hogy mennyire. Jó, a kivirágzás megint csak Keith-től. Karma nem áll ott, mint Sneaky, de azért a Karma Jean párost, ugyanúgy, mint a Morgana Jean párost, nem egyszer láttuk már fenomenálisan cserélni, gyorsan és igazából tünetmentesen sebezni. Úgyhogy komolyabb választ nem kapnak szemből. Big takarít, ugye őrszemet, Jaran, Nitios és Jensen szeretik elkergetni Karmát. Ez sikeres, de már az őrszemmel végigizett addigra. Így igazából valahol Big nyert. Valahol. Hatodik percnél járunk. Mithios az, aki érdekes módon talán az egyedül olyan Rexxel játékos, aki le van maradva. A dzsungelben. Mi az? Hát viszont... Tudom, hogy te God diszolod. I got this. God diszolod? Te God diszolod. Jó, oké. Nem. Hát nem tudom kinek írtad, de nagyon magabiztosan írtad. Legyek csendben? Jó, akkor kommentek, Garci. Azt hiszem, majd néha. Emlékszel, hogy mi a legrosszabb egy fáradt embernek? Minion! Kedves egészség! Hetedik perchez érkezünk. Ragaz. Minimális előny a Cloud9-nál, de pont ezt várjuk Alagút. Tőlük, úgy gondolom. Te mi vagy? Értem, ez a kézi szótár? Bokor. Hárda az, ki tervezte azt, hogy bemegy a középső ösvény, hogy igazából jelenlegben nincsen kint Jensen, aki lehetne valahogy segítkezni. És az, hogy a Buci és Thanatos Molnár Krisztiánt néz a kisgépen, az szerintem Magyarul TV gárdájának a szintjét most teljesen tükrözi. Ennél lentem nincsen. Amúgy mit csinál? Na mindegy, 7 percet zárjuk. Itt tovább kifog bajban. Na jó. 7-20 Blazit. Ja, az 4-20. Mindegy. A felső ősvény jelen pillanatban van egy kisebb fajta előny Impactnél. És ennek köszönhetően érkezett Jensen, Mithios, és ugye minden hárman KF-ra, akire nincsen villanása, lehet rá menni KF-ra, mert lehet Mithios hitá villén, blablabla, meg lehet ölni, elhozza Impact, fingom nincs, mit mondtam, de meghalt.
bla bla bla. Én hallottam. Bla bla bla. De megvan az első gyilkosság annak a Shennek, akit Thanatos emelt ki, hogy a legmagabiztosabb és az egyik legerősebb felsősvényes jelen pillanatban. Keithnek egyébként valahogy eltávozott a gyógyítása. Hát elhasználta. Hogy Bignek az életét megmentse egyébként most lehet látni, akinek benn van még kifárasztása, benn van még villanása. Összességében ő nem esett el semmitől. Óceán sárkán kezdve, közben hárgyal rá Big és Keith-hez támogatni. Froggen szinten a közelben van, hogy védje a támadó játékosokat. Ja. Védje a csapatát a támadó játékosoktól, hanem talán a sárkán lopásra szeretné jönni valamilyen szinten. Mit hoz, de közelben sincsen. Ezzel a sújtással, ezzel az óceán sárkánnyal a Fox harcon kívül bónusz regenerációval fog most már ugye jeleskedni. Smoothie őrszemezni akar jönni, és jön rá Hard villan kicsi rakása, Smoothie bajban lehet, még arrébb csúszik, a bőr összederhet, és jön a záró tűz. Megint petegységben az ereje. Ezzel megúszta Smoothie. De mindenki ment bátra, ami csak létezik. És így is éppen, hogy csak túlélte az egészet. A másik oldalról viszont a Foxnak is elég sok mindenre kiment rá. Jobban végig gondolt két végső képesség, meg egy villanás hártól. Na mindegy. A lényeg az annyi, hogy az 1-0-ás gyilkossági állásunk marad a Cloud9 javára jelen pillanatban. Smoothie életben maradt, és ez az, ami számít. Impact pedig vezetni tud Gangplank-kel szemben. A farmot illeti, és vissza is ért egyébként erre a felső esvényre, tehát komolyabb büntetést nem tudott rám mérni a kalóz azért, mert a végső képességével elmozdult, és pont ezt az összecsapást szerettem volna kiemelni, hogy egyik végső képesség kiefótól érkező zárótűz formájában, ezzel ő viszont nem mozdul el a felső esvényre, tolja az folyamatosan a nyakára Shennek, aki viszont eltávozott, mert hát egységben az erő. Mithiosz közben napengecsőrökkel végez, ezek után lesz a vörösszeden hátja, és igazából a felső is megint lehet majd érkezni. Kiefónak visszajött a villanása. És ő mint Genk meg a játék nem ezen a szakaszában lesz igazán erősen, picit majd később. Ilyenkor még nyugodtan lehet büntetgetni, az opcióval lehetőség az megvan rá. Hard pedig arszemet takarít. Sneakynek a misztikus lövedéke az jó, de nem elég. Smoothie KB-t, Hardnak ez már fáj. Jön a végzetes hullám, Hard! Don, van egy éget, és... ez pont nem elég. Ennek köszönhet. Nem elég. Nem ég el. Szép. De ez nem is jó így. Annyira nem. De gondoltam, de nem elég. Ha ezt így mondtam volna, akkor jó lett volna, de hát most már mindegy. Hát nem lehet mindenki egy Thanatos. Hát jó. Majd egyszer belejössz. Szerintem úgy otthon ez gyakorolja. Nézzük meg, hogy milyen szavakat használunk a LOL-ban. Miért lehet rá asszisztálni? Buszban, de közben kív sebez Smoothie-ra, akinek ez fáj van. Halál négy felvonása. És a sors keze. Ugye mindig csak mondtuk, nem tudom hányszor mondtuk már, hogy a legjobb Counter, Jinnek a végső képességére az Bard, vagy talán a Balaton, de a Bard a legmesszebbről érkező. Uh-huh. Megállító erejű ellenválasztás, ellenhívás, hogyha elkezdi lőni a halálnégy felvonását Keith. Kritikus csapás, ezt szerette volna belelőni Sneaky agyába, de végül ebből Minion lett. Froggen, Harden az alsó ösvényre, négy fővel kiegészül a Fox és jönnek az alsó ösvény párosára. Ott van a közelben Mithiosz, majd visszafordul közben a Froggen. Mégsem ez belőle semmi. Ajaj, dehogy nem. Mithiosz? Nem, mert csak kis inspiráció, cukorászási. Aztán ennyi. Van ugye egy karma, azt ne felejtsi sohasem el. A csávából és még az első ütközetek előtt épesség ki lehet futni, hogy inspirációt jól kapja meg Bignek köszönhetően bármely játékosa a Foxnak. A Sivir nincs most ugye ezen a meccsen, tehát azzal nem kell számolni. De én úgy gondolom, hogy a kicsit később az egy Kiefonnak köszönhetően zárót, úgyhogy elég jól le lehet zárni egy kisebb fajta részt, ahol küzdhet nyugodtan a Fox. Van ebben a csapat kompozícióban logika, nem is olyan kevés. Nagyon sok a lehetőség arra, hogy ezt lehessen kamatoztatni. Úgy, ha ráadásul Froggen maga biztosan, hogy tartani a farmokat és sebzést építeni. Az ő káoszvihar sebzése pluszban ugye a kialakított helyszínen nagyon jó lesz. Belső láng elől tírugik Sneaky. Jön szépen lassan hátulról, majd előbb-utóbb ugye Hard is. Ez elég kemény lesz. Halál négy felvonás, a sors közben pedig még nincsen Smoothie-n. Sneakynek ez fáj, hiába az esélyben az erő. És Sneaky még túljátsza az eszét, nem hiszem el. Megoldja a gyerek. Jézusom. Megoldja a Sneaky. Milliméteres. Sneaky Piki. Ó, Istenem. Nedvesett a gatyám. Egy biztos 2-0. És a Cloud9-nak ezen a második gyilkosság. És Sneaky, komolyan. Komolyan, hogy lehet ilyen csodásan lekezelni egy ilyen akkora nagy sakmat helyzetet, eszméletlen, és igazából meg is jön Impact még pluszban ő is.
Hát ez nem a decet. Nézzük is meg még egyszer, hogy mi történt. Ugye 30% életre van Sneakynek, érkezik már Hardy is, ezért nem fut el egyébként a torony alól Sneaky. Odébb is ugrik, ezért a hordó nem tudja őt befejezni. Villan és egyszerre gyógyít is. Ó, aztán Smoothie az, aki a testével megvédi a kivirágzástól. És a visszaugrással éppen hogy a zárótűznek a szélső körén kívül érkezett el, zseniális. Kievo, Mitiosz, azért Rexel tud sebezni, Kievónak villanása van. Elég gázen, hogy Rexel ellen kéne villani, de Rexel ezt le fogja követni, bármit csinál Kievo. Az a torony nem jó, de a prédeleső az annál inkább Mitiosz hozzá a gyilkosságot. 3-0 a Cloudline-nak. Ezzel pedig ki van tolva a saját ösvényéről, és megvárja szépen még a hordó fölrobbanja, hogy Mitiosz hátra segíteni pluszban. Hár pedig elsétál az ösvényről. Krogan pedig kihasználja a lehetőséget, és szépen hazamegy vásárolni, miért is ne? Ó, igen. Ugyan. 13 percnél már meg is van a három jelzője, három fejlesztése Froggennek. Azon a Hex agyon, és ez nem véletlen, hiszen 14. perchez közeledünk, de neki már több mint 130 farmja van, tipikus Froggen mondhatni. Uh-huh. Tehát neki a Victoria az talán egy kicsit hamarabb kinőheti magát, mint az átlag Victor, amiket megszoktunk. KFO-nak pedig kicsit meggyűlik a gondja ezzel a farmmal. Az ezős kígyő jelzőket is kicsit ritkábban tudja gyűjteni. Köszönhetően a két gyilkosságnak, ami ott van Impacten. Hát és Mitiosz, szint hátrán van a hárat, azért annyira ő sem szeretne vállalni semmit Mitioszsal szemben. Hard kapásban inkább menekülőre fogja. Kív kritikus csapással majd a gránátokkal szépen farmolás folytatja. Felhő sárkány érkezik. Nem túlságosan fontos, de ha nem került túl sok időbe, akkor persze soha nem hátrány a plusz mozgás és sebesség harcon kívül. Sneaky Smoothie pedig ugye az alsó esvény tornyát védik, a belső láng mantrázva fáj. Sneakynek kiverázás megint csak fáj, halál négy felvonása lesz Keefnek, sorskeze pedig lesz Smoothie-nak. Van mivel reagálni, nagyon kellemetlen a Jean karma páros, ezt már többször kiemeltük, látható, hogy miért. És a szellemkagya van csak ugye Keefnek. Hétszalakat is lőtt már bele a sárkányba tárgy nélkül, ő Jean. A negyedik lövését jobb elkerülni. Abszolút. Hát még a négy felvonás. Közben amúgy, ha csak az alsó ösvényre kitérünk, ugye mondtad, hogy elkészült a szellemkard Keithen. Igen. Sneakynek viszont még nincs befejezett tárgya, ugye ragyogás, megjelző gyűjtögetés, és egy csákány, hogy a manamuna minél hamarabb befejeződhessen. Ezzel ő is inkább a nyers sebzésre szeretne rámenni, nem pedig a piszkálódásra, amit a jégkesztyű adhatna meg számára. Ami egyébként még mindig egy kérdője, hogy vajon tényleg azt fogja megvásárolni? A cipőjéből lehet következtetni arra, hogy valószínűleg igen, ez egy jégkesztyűs. Ezről lesz, kék tárgyakat vásárol, spoiler. De közben Impact az, aki meg fogja kapni a hírnök erősítését, ezt tudjuk jól, hogy egy Shennél mire képes. 1v1-ben az a Gangplank, mostantól kezdve esélytelen. Hát, igen. És jó volt a hívás a Cloud9-tól, hogy elviszik a felhő sárgát, ami annyira nem volt fontos még a Cloud9-nak, de a hírnök az annál inkább, hogy a 35 percig magabiztos Impact teljesítmény várható eleve a kígyilkosság mellé. Ámen, Spot pedig érkezik, jó az árótűz, visszaállítva a Sneaky szintén. De nem fog leérkezni senki amúgy válaszolni, tehát igazából csak kis időhúzás volt és minion takarítás KFO-tól. Itt van a felső ösvény, Mitiosz és Impact. Azért velük személy viszonylag nehéz betolni ezt az ösvényt. Jön Hard, ez viszont már 4v2 lesz, előbb-utóbb látható volt Hard. Meg kéne húzni a menekülő. Ja. Árnyékugrás. Elmenekültek. Ó, igen. Cloud9 így feláldozza a tornyot, ez már a második bedöntött tornyunk nekik. Ők csak az első tornyot hozzák el, az alsó ösvény ezt is egyébként elég lassan, és nem áll meg a Fox, ők mennek tovább. Impact van itt egyedül, Mitiosz jöhet majd szépen lassan, a miért ez egy jó kérdés. De nem úgy értem, miért mennek tovább, hiszen itt nem tudnak már világos, hogy semmit elhozni, és rengeteg időtől esik el az Echo Fox, mert még vissza is kell gyalogolniuk egy biztonságos rálátás nélküli helyszínre. Talán egy kicsikét túlságosan szeretnék ezt. És azért most Sneakynek adtak egy kis lélegzetvételnyi szabad időt, aminek köszönhetően ő már át is vette a vezetést farm tekintetében. Így is van. Frogja pedig 186-tal a 10 játékos közül a legjobban farmol. Igazából farm technikában lehetne Froggen olyan, mint Forgiven lövészként. Nem mindig csillog-villog, de legendásan farmol. Uh-huh. Majdnem minden karakterrel, és igazából ez egy önmagában egy szép teljesítmény.
de sajnos nem erről szól a játék, aki jó egy farból, mert kevesebb farból is lehet. Mondjuk egy esse viszonylag, ha valaki van olyan játékos, akinek lehet 400 farmja, hogyha kábításban áll. 18. percet zárjuk, 1000 aranyjal a Cloud9 vezet torony hátrányban, ami azt jelenti, hogy a három gyilkosára még mindig megvan a böjtje, mindig érződik ugye annak előnye. Ennek köszönhetően azért a Foxnak kicsit óvatosabban kell reflektálni majd bármely hívására a Cloud9-nak. Frogen pedig ugye itt van a középső ősvény, tud már sebezni rajta, van egy szükségtelenül nagy pálca, az a rózsaszín nyalóka. Van egy rendesen varázssebzés, lehet majd próbálkozni robbantással, de smoothie sors kezdve, ami mindenképp fog ezen majd fordítani. Az árótűz miatt és Frogen sebzése miatt és Kív sebzése miatt egy sors keze nem húz ki mindenkit a csávából. Tehát a Foxnak abban van nagyon jó kezdeményezési lehetősége, míg a torony hátrányon próbál valahogy dolgozni a Cloud9 alsó ösvényen párosa a felső ösvényen, melyre jönnek KFO, de Meteos kíséri végig társait. Egy perc még, amíg a baronna sorunk érkezni fog, és még ennél jóval több idő, meg a következő felhő sárkány is felüti majd a fejét. A Fox egyébként már két elemi sárkányjelzővel rendelkezik, tehát a célpontokra, mintha eddig jobban fordulnának ki, mint a Cloud9, ami szerintem meglepő, viszont tornyokban tudott egyenlíteni pont emiatt a Cloud9 egészen eddig, amikor az alsó ösvényen megint az Echo Fox az, aki a toronyra jó eséllyel léphet ki. Sőt, Frogan is elindul. Igen, jó eső lépek ki, de Impact szépen kb. Bigre, Hard előbbre visszább is lép, megint jó a kivirágzás. Kapják a Shaller-eket, inkább Impact három Fox játékostól, de azért ez még annyira nem fogja őket elszomorítani attól, hogy félni kéne. Itt van szépen lassan ugye Smoothie, Meteos is, és a mantrázat inspirációval lehet gyalogolni, futni, menekülni, szaladni. És Sneakynek kéne közben valamit tenni a felső esvényen, hát az a valami szerintem most el fog maradni. Hiszen Gangplank képesült kiüldözni erről az ösvényről, még talán távolsági sebzésben is megveri azt az ezrőt, akinek a jégkesztyűje még nem készült el, a Manamuna már igen. Viszont egy háromság hatalmával szemben ez jelenleg kevésnek bizonyul. Ez igen, miközben Jensen Csiki nem van maradva ugye farmban Froggerhez képest, de ha a tárgyaira, ha ránézel, akkor ő is van nagyon majd csípni és fájni. Ha küzdelem lesz majd szó, kicsikét leült a meccs. Volt három gyilkosság a Cloud9-tól, aztán pedig jönnek ugye a sárkány szedések Fox-tal, míg cserébe hírnököt hoztak Impactnek Cloud9 játékosok. Azóta megy a helyért a háború, és bárhogy is nézi, a Cloud9 azért kicsikét kijebb tolt a karmait az idézők szurdokában, ha látod. Ugyanis belelát egy picikét a Fox Jungle, míg ez ugyanez fordítva nem mondhatná túlságosan el magáról a Fox. Ó, csipdi-csapdi. Impact pedig KFO-val találkozik. Ahogy mondtad, Gangplank, ezért az Impact nem háborúzhat. Neki ez nagyon fáj, KFO-nak még lehet, hogy villania is kell. Árnyi ugrása van Impactnek, igen, büntet, KFO pedig meghal! Megalázza Impact ezt a Gangplanket. Igen. Semmit nem reagált KFO, semmi oldalon zaválás, semmi! Hagyta magát! Még azt sem mondanám, hogy hagyta magát, egyszerűen csak összecsuklott a kardok sebzése alatt. Nem túl ki... Hoppá! Hoppá! Baron a sor hi... Ó nem, pedig azt hittem, hogy meghúzza a ravaszt a Fox. Viszont Meteos. Érkezik Meteos Hard mögé. Ezzel lehet elkezdeni kergetni a bandát, inkább menekülni. Akkor csak szórakozik Hardékkal. Igazából szerintem nem volt rá. Ó, halálnét fel van át, sorskodok! Smoothie azt mondta, ácsi bácsi, kalapácsi. Jön az egységben az erő Impact-től. Ő is megérkezik a középső ösvényre, hogy biztos ki nem maradjon a buliból. Közben jelenzik Dimulinak, hogy semmi nem jött. De azért megnéztük. Kösz. 23. percbe léptünk bele, 4-0 a Cloud9-nak, torony előny hátrány most sehol sincsen. Sárkányban megy a Fox, egy óceán sárkány, egy kicsikét elnyújtott küzdelemben talán több a beleszúrási joga a Foxnak, mint a Cloud9-nek, viszont a rálátásért való párbaj talán inkább a fő címdala ennek a játékfázisnak.
Mélységjögar, Morello, és egy villanás. Ó, Jensen, szép irány a villan, Smoothie mögé érkezik telepoldal impact, egyértelműen szeretne mindenki büntetni, hátul még messze van Sneaky, de szépen lassan fut majd föl. Középső ősien még állnak a külső tornyok, ne felejtsük el. Azért még kell párbőzni, nem is egyszer. Mert a Mithios pedig szépen őrszemet takarít, ez eddig jó hívás. Hard megint megy a saját vörösükre, és mellettük szalad fel Impact a felső ösvény, ami azt jelenti, hogy megint a Fox-on visszátolva egyértelműen a pályán. Pont. Közben egyébként ugye arról kezdtem el beszélni, még mielőtt Jensen villant meg gyorsított egy óriásit, hogy rajta gyűlnek a jelzők ugyanúgy, ahogy már Sneaky-n összegyűltek egyébként. És ezen felül ott van rajta a mélységugar és a Morellonoikon is. Ezek mind jó választások, például egy Gangplank-kel szemben, aki ugye majd a narancssal próbálja életben tartani magát. 0-3 után nem tudom, hogy ez mennyire lesz majd sikeres, de majd visszatérünk rá egy kicsikét később. 24. perc felé ez a 4-0, ez talán nem tűnik túlságosan meggyőző előnek a Cloud9-nál, és tényleg nem az, kedves egészség. Köszönöm. Viszont legalább vezetnek, és hátrányból kell a Foxnak játszania. Igen. Egyet kell, hogy értsek veled, Marci. Marces. Matyi? Oh, elé a kábítás smoothie-tól, de még hogy mennyire? Oh. Ezt most kezdett el pályani. Édesjobb Istenem. Froggen, hard Froggen. Ugye hardnak az előbbi villanása kiment ugye kicsirákással kombozva. Így azért már ez a hard a belenyúlós, robbanékon hordós kezdeményezés egy darabig nem játszik. Jensen pedig hátul néz a lehetőséget. Neki gyorsítása most már megint csak van. Többször kiemelték már, hogy a gyorsítás viszonylag hamar visszajön, de ez nem mindig kibúvó arra, hogy hát csak hogy poénból lőttem el, mert az a Jensenben mindenképpen azért beleragadt rendesen minden hátsójába, annyira be volt tolva, de jó helyre villant, tehát benne volt még a legutolsó pillanatban is a megfelelő döntéshozási készsége. Sneaky pedig elkapja a vöröset. Mm-hmm. Amivel azért ő megint csak fog tudni rendesen majd három emberes végzetes hullám Sneakytől. Nem sem ez egy horribilisebb, mint mondjuk egy varázssebzés és Ezreal a arampályán. Mert azt letittem a fél életrevéket, de mindenképpen kellemes az, hogy nem először minion talált el, mert ne felejtsük el, minél több dologgal találkozik ugye az a végső képesség. Annál kevesebbet sebez majd a végére. No. Ül a meccs. Közben átalakította amúgy a saját tárgyválasztását Keith. Az előbb még láthattuk, hogy egy harci pörölyt vásárolt meg magának, aztán inkább gondolt még egyet, és Draktár felé veszi az irányát. A második pöröly pedig, ja, bocsánat, kéjefogva keverem, ő viszont tényleg jemút vesz. Baradna sornál őrszemtakarítás a Fox által. Érkezik mögé a Cloud9, talán most elvágja az útvonalat. El hát, sors keze, kipre, jön Mithios kapás, a Impact City, húúúú, lehet menni, hát löki vissza, Impact City nincsen. Lövész mellé való érkezés, jön KFO teleportál, ebből küzdelem lesz, mindenki itt van! No! Halálnégy felvonás, nincsen sorskeze, ne felejtsük el, Impact simán levédi ezt persze mellel. Levédeni mellel, azt is. És kifutnak ugye abból a bizonyos távolságból. 10 ember táncol a baranasok körül, 27 perc, de mitől féltlek ennyire? Nem fog leszakadni a kezetek, de a megfelelő csapat harc kezdeményezés, ugye a csapat küzdelmet nyerhet, jön Mithios, hú, de agresszív a Mithios ma már! Sneaky megy és mellőlődi a misztikus lövedéket, mindig jó helyről táncik el, 4 ember zónázgatgat, és lövöldözgetget, míg hát hátul meghallgat. Meghal. Meghallgat, vágat. Meghallgat. Egyetlen egy halott az Echo Foxnál, és így megint a lassú előny, de akkor is az előny kialakítása a Cloud9-tól megvalósul. Kérdés, hogy most hova fognak fordulni? Ugye a baronnasor az talán egy kicsikét a túlvállalás volna. Közben Mithios beragadtam ugye az alagútba. Megessik, hát na. Szóval, a biztonságosabb választás az talán egyébként az óceán sárkány volna, ami 15 másodpercen belül fog érkezni, és egy jelzője már van amúgy az Echo Fox csapatának, Cloud9 pedig még pont ezzel nem jeleskedik egyébként. És a mérkőzés 28. percénél még mindig csak kevesebb, mint 3000 aranykülönbségről beszélhetünk. Ugyanúgy a Cloud9 javára. Visszajátszás során pedig láthatjuk Hardnak az elpozícionálását igazából, illetve Impactnek
a különvállását, akire talán nem számítottak, hiszen ő egy kicsikét külön vagy, aztán mégis azt mondja, hogy visszajön. Big az, aki nem várja ezt az egészet, Froggerre pedig az összes sebzést megpróbálja kizúdítani a Cloud9. Nem elég még ez arra, hogy megölje őt, viszont a sebzés az a lehető legrosszabb helyre fog érkezni. Ez meg most például pont a Hordó menti meg Jensent a halálsugártól, hát pedig még így is meghalt, tehát nem azt mondom, hogy feleslegesen használta el a képességét, de hogy rosszul, az hét szentség. Maradna sohar a Cloud9-tól, míg sárkányt szed, ajjajjaj, sunyi barona hor. Lehet, jön Keith, Big szintén, jó az árótűz, sok a sebzés, és jön a halálné felvonás, a Smoothie pff, megállítja Keith-et, de majdnem belehal. Maradna a sorsújtás, már majd elhozza végül Mithioszt, nem éri de hard. Így a Cloud9, ha ebből elmenekül, meghívta akár az előnyöknek a hívását, egyértelműen én pedig a besedés még jó a pajzs használat, Keith válaszol oldalra, nincs halott játékos. De maradna a Cloud9-nál, még Torrent is lehet bukni érte, mert majd hoznak másikat cserébe. Viszont kimozdul a sárkányra, a második óceán sárkány jelzőre az Echo Fox, ebbe bele akar szólni a Cloud9, ez már biztos. És a közelben tartózkodik már Mithiosz, van sújtása, de ennek az élet ereje rendkívül gyorsan fogy, 2000 és el is fog fogyni. Sneaky pedig becélozta a sárkányt egyértelműen, viszont nem érde a végségében is időben. Ennek köszönhetően, hát Baronthoz a Cloud9 és vigaszként Fox kap egy óceán sárkányt. Meg hát, egy tornyot. Meg egy tornyot, de az a torony nem sokáig lesz meg, mint előig, mert a Cloud9 most baronosra muszáj, hogy valamit visszahozzon ebből, persze, és valamit elhozzon, ez legalább egy lesz, de talán még kettő részszer tehet. Attól függ, hogy az órázási készséget hogy tudja tartani majd, főleg Sneaky az álló háborúban, és a belső lángot mennyire fogja megnyalni majd a hátsó lövész, vagy pedig a sebzés hordozó, jön a mantra, inspirálva, pontosabban a mantra, jön az inspiráció mantrázva. És van, egy tornyot már elhozott a Cloud9, a másodikra pedig a következő minél hullámmal ki tudnak mozdulni. Még 2 percig elérhető a baronnasor erősítése, ez még összesen 4 minél hullámot jelent. Itt érkezik az első ebből, eddig kéne védekezni az Echo Foxnak, erre viszont Viktor a legjobb esély. KFO zárult hüze, még nem megy ki, addig nem tervez a Fox kilépni a torga mögül. Cibálja Sticky szépen lassan a tornak az életerejét. Felső és alsó esőn is mennek a minionok, minden a Cloud9-nak dolgozik. Míg a Foxnak el kell tűrnie a kapott sebzést, védeni kell a tornyot és reagálni kell a megfelelő hívásokra. KFO följön a felső esvén, szépen cserégeti Impact, ugye a helyszínét ne egye meg a hordó sebzését, a felső esvén torra pedig kapja a sebzést, jó, hordónak a robbantása, jön a Chaos VR. De semmit nem sebez. De kim van a Chaos VR? Sneaky, kilő a végső képességét végül, mit jössz benne a buliban? Sors kezem elé, de meghal Keith, nincs lövésze a Foxnak! Jön Jensen és jön Smoothie, KFO villan! Ez most már biztos tornot fog érni, legalább egyet. De fog inhibitort is érni? Nem vagyok benne biztos, bár Keith azért nagyon sok csúnya sebzés okozott hátulról Sonyiba. És kilép a következő tornon, egyértelműen megint csak KFO, ebben nem fog tudni beleszólni túlságosan, ha közel megy, akkor meghal. Egyértelműen dől még egy torony, inhibitorig nem megy valószínűleg tovább a Cloud9, bár ki tudja, a Cloud9-ról van szó, nem tudhatod. Inhibitor ott van, szabadon ölhető, Sneaky még talál is hardra, misztikus lövedék, ezzel folyton lassítja, sőt még vörös is van rajta, undorító, hogy ezzel tud csinálni. Az inhibitor pedig még éppenséggel áll, még mindig áll, de elhozza az első inhibitorját közben, hogy a Cloud9 is felélet, Keith. De nem ér már ide, a baromosra mindenki rajta van. 4 másodperc van. Mit tud ebből majd elhozni a Fox, az a kérdés. A visszajátszás során pedig láthatjuk a KFO-ra való érkezést, illetve hogy Keith beragad. Ő benne állt végig a miasmába, villanni nem tudott. Alapvetően sem volt neki. Így tehát a rossz pozícionálása az, ami miatt őt halálra lehetett ítélni. Az pedig, hogy KFO is egy pillanattal később tudott csak odébb villanni, még éppen hogy életben tartotta őt, egy nem túlságosan tankos gangplankkel, de legalább ő életben maradt. Ez is valami igazából. 6500 az aranykülönbség a Cloud9 javára, ez már egy kicsit jelentősebb aranykülönbség, de még mindig nem a hátradőlős előnyről beszélünk. Amúgy Banshee és fejlesztett látóköbben Mithiosz Rexxel-nál tényleg újfajta tárgyválasztást láthatunk nála. Egyértelműen Smoothie szépen megint kieptolta azt az őrszem párbaját a Cloud9, hát jött volna, aztán szomorúan támpazik, megint vissza lett küldve a Fox. Hát, az biztos, hogy a 6-0-ás gyilkosság a Cloud9-nál, és az, hogy a Fox embert nem ölt, és
Froggen meg sem halt még a csapatért, ez mindent elárul arról, hogy az előző Chaos Wheel sem volt nekem úgy tiszta. Igazából szerintem az azért kellett, hogy letakarítsam én ilyen hullámot és a torony. KFO? Hát abszolút, ez semmi. Ez, na bocsánat, ez semmi. KFO a mai meccsen, itt most, amit csinál, semmi sajnos. Mi mindig kell neki idő ahhoz, hogy tényleg sebezzem majd Gangplankkel, de most sem sebezzem amúgy rosszakat. Szerintem ez mennyire nem érzi, hogy ki mit tud ráosztani. Nem, szerintem ez már a tilt. Lehet. Túl rizikósan játszik. Lehet. De ez sajnos ide nagyon kevés ahhoz, hogy emberszámba lehessen venni. Negyedik halála a mérkőzésen. Nem érzi, ahogy mondom, lehet a tilt és nyugodtan megadja, plusz támadás sebessége Sneaky még két kollégájának is. Hó, Impact elő villan közben Froggen. Egyetlen jó a hívás és mindenkiben lehet válaszolni valamilyen szinten. Jön a halál négy fel van, Smuti hol vagy? Nincs már sors keze, Kip pedig hátul még lövöllözik, majd abba hagyja. Big szintén kap egy kávítás, jön a Chaos Wheel Impactékre. Nem megy tovább a sebzés hordozókra. Minden Cloud9 játékos kimenekül, Smoothie-nak köszönhetően jön az árótűz KFO-tól. Érkezett nyugodtan még hátul a teleporter is, ha le akar vágni az útvonat KFO valahol, de még nem úgy néz ki. Jensen válasz, hogy köpköd, fogasz, sebez, minden csinál, mit az benne buliban? Jensen még bírja, Impact egységben az erő, visszaállít a Fox. De szépen lassan, a Nexus tornyai mellé érkeznek a Minionak a felső ösvényen, előbb-utóbb Fox, nézzél hátra! Impact még mindig bírja, Impact. Túl is elegánsan, elcsúszik. Ó, igen. Elegánsan elcsúszik. Csúszik. Nézzük is a visszajátszást, ahol Sneaky belemászik Gangplank arcába, miután lelőtte a hordót, azért ez a biztosíték megvolt nálam, még így is tiszteli azt a kalózt, aztán utána szana szétszedi a fejét. De legalább tiszteli. Tiszteli, hát 7-0 a gyilkosság arány, és 8400 jelen pillanatban az arany előnye. A Cloud9-nak 7-5 tornya van, míg a Foxnak 3. T2-es torjokat csak messziről látták a Fox játékosok. Csak van 3 sárkányuk, de egyik sem olyan sárkány, ami egetrengetően sok bónusz tudna adni nekik ahhoz, hogy ha lehetőség nyílna, akkor valahol válaszoljanak. Az óceán sárkány pont arra jó, hogy legyen töltögetni való idő és ereje. Hegy sárkány megjön, ez pedig már Cloud9 kezébe érkezik. Ez a különbség a sárkányok között, hogy melyikre ki milyen energiát szentel, a Cloud9-nak ez kell, így mindenképpen gyorsabb lehet a következő torony ostromuk. 10 másodpercben varannasor szület. Smoothie pedig szépen megy körbe a pályán, jön a hordó, Mithy hozta még rajta, majd a benség fájtla, nem sikerül róla leütni. 8000 aranykülönbségnél, őrszempucolás után a Cloud9 akár a varannasort is elkezdheti újra. Ősvésén KFO hazamegy, neki lesz most minden ahhoz, hogy időben beleszólhasson a küzdelembe. Kérdés, hogy talán majd most tud KFO? Mert most már benne van a Gangplankben az a bizonyos kurázsi szó. Gondolod? Mondd azt, hogy van benne valami. Van benne valami. Oké, köszönöm. Lehet, hogy még mindig elporlad, ha ránéz Niki, vagy valaki más. De most már sebezzék egy olyan 6-8 szállakat a hordói. Az a baj, hogy 36 percnél van 3 tárgya. Ez egy Gangplankkel, aki plusz aranyat is kap, szerintem meg lehetne 25-nél is. Tehát 10 perces lemaradásban van. Én nem gondolom, hogy túl nagy sebzése lenne, de cserébe legalább kicsi. Hardnak pedig fogy az életereje, mindössze 2 alaptámadásából Sneakynek, aki viszont tényleg erős. Őrangyalom, Mithyosen, ő nem tétavázik. Ő, ha kezdeményezik el, akár 3-szor is fog, hogy meg nem hal legalább 2-szer. És Impact pedig érkezik a hordó szétütni, nagyon szépen játszik Impact azzal a Shen-nek Gangplank ellen. Folyamatosan a rém álma volt KFO-nak az, hogy Impact létezik, mint játékos. És nézem, mit csinál KFO a torony alatt. Takarodj. Hát konkrétan. Még egy 0-4-es Gangplankkel persze. Hallod, nézd meg, körbe röhögi azt a tornyot, nézz oda! Isten. Jó, mondjuk azért a narancs az életben tart, meg az orvost is távol tartja az alma, de ez nem biztosíték még mindig. Jön Frogger, így hal meg. Akkor így hal meg végül Impact, de közben már a baront réges-rég szedi a Cloud9 csapata, jön a halálnégy felvonása, Smoothie-nek ez fáj, Smoothie-nak nagyon fáj, és kifejezi végül be. Így 2-0-át cserél a Fox. 38 perc kellett ahhoz, hogy embert öljön a Fox a mérkőzésen. De két nagyon fontos gyilkosságot hoztak el ahhoz, hogy levegőhöz tudjanak valahogy kapkodni. És kellett az, hogy egy kicsikét el töketlenkedje ezt a Cloud9. Tehát nem voltak teljesen tisztában úgy gondolom azzal, hogy akkor most az alsó ösvényen akarnak inhibitorért kimozdulni, vagy baronnasor, és ezért egyiket sem tették meg igazán.
Impact is tornyot is ütött, meg kalózt is ütött, mindent próbált ütni, hát aztán a végén az lett, hogy egyik sem pusztult meg. De a baronna sorba beleszólogat a Cloud9. Itt van Jensen szintén, itt van Sneaky szintén, itt van mindenki, itt van a baronna sor pedig még éppességgel él. Jöhet az a bizony a záró tűz. Bajban Jensen, Jensen halott! Aha. Sneaky Mithios még itt van, a baronasok közel nézen életőr alatt már még bejöhet Mithios, őrangyal van rajta, semmit sem bukhat el vele. Lehet menni, bevillan végül, míg Mithios behoz a kinyugaton és lehet sújtani, és nem hozza el, hát hozza el végül, de meghal Big serébe. Sneaky pedig megy tovább, nézd meg Sneakyt! Ó, oh, de undorító vagy, Sneaky Piki! És lehet menni nyugodtan a Froggerre, éppen ott táncol, ahol csak jól esik neki Frogger! Már hogy érted? Sneaky azért most belenézett abba a Schallerbe, de még éppen ezt és Frogger első halála. Most. 405-ös farma 39 percnél. Igen. Megértem. Frogger neki egyébként hajt. Már csak egy fél tárgyra van szüksége összesen, és haza Rabadon is elkészül rajta. Könnyen lehet, hogy Sneakynek át fogja ütni ezt a Mamorcius bendőjét. Már most is. Iszonyatosan közel járt hozzá. A lépővonása impactet lehet valahogy fenébe bólintani, billenteni. Kopintani, visszajátszás inkább. Erre a baronna sor próbálkozásra, ahol egyébként Froggennek az eleinte elkezdett fogyni az életere, viszont Jensen ezen fel bátorodva azt mondta, hogy na akkor közel mehetek, nem, Hardnak még volt végső képessége, amit tökéletesen ki is tudott használni arra, hogy ugyan öt embert felezett meg a saját csapatából, életerő tekintetében, de attól függetlenül meglett a gyilkosság. Froggen pedig a pajzsát kihasználva túléli ezt az egészet plusz mozgássebességgel. Fut. Aztán a helyezkötés és sorozatos kábítás miatt még impactet is egy kicsikét idegesítheti. Attól függetlenül Froggen meg fog halni, de a lényeg az az, hogy a Fox remekül húzta az időt. Remekül fordul Jensenre, és mutatja a lehetőséget. Megkapja a kéket Froggen. Van rá szüksége. Van neki varázs átütése, van neki sebzése, van neki élete, van neki visszatöltési idő, csökkentő tárgyai, tömkelege. De Frogger nem tud igazából túl sokat tenni akkor, hogy Mithios ott van előtte. Őrangyal a Belzsik fájtával. Mi a szent vackot csinál egy olyan Rek'Sai-l, ami az arcodba jön és nem hagy lélegezni. És nem lehet megkerülni, mert akkor helyett jön egy impact. Olyan front vonala van most. Két fővel a Cloud9-nak, ami jó indulattal egyfős a Fox-nál Hard személyében. Hát igen. Mithios és Hard és Mithios. Szinte előnyek vannak, majdnem minden őt. A Predator-eső talál ugye közben Bigre hátul. Sneaky pedig 203-as, 317 farmal. A Baron Nashor állt. Big az, aki... A legjobb célpont lett volna, de Hard sem rossz, Hard meghalt, nincs kezdeményező készsége. Innentől kezdve a Foxnak max az árótűz, KFO hátul, táncol éppensége, Kiev villan Smoothie. De ő a támogató játékos, jön Impact. Egység van az erővel. Baron nasorádásról beszélünk, amit jelen pillanatban nem tud kihasználni. Nincs Baron powerplay még igazából magyarul. Hát az nincs, sőt egy csapatharcot is elbukott vele az Echo Fox. És talán ez... A legnagyobb problémájuk, de amióta láttam az Echo Foxot azóta, hogy amikor egy gyönyörű szép megmozdulásuk van, utána mutatnak három rosszat. Ez volt az első. Majd a második kettőnél visszatérünk még. A második kettőnél jelzésem. Na mindegy, közben egyébként Jensennek is befejeződött a jelző gyűjtögetése, ezt már láthattuk korábban is. Ezen felül pedig az üresség botját is megvásárolta magának. És a 42. percben lépünk be, ahol Impact és Mithios, wow. Azt a betyár mindenit, ki felrobb a Big szintén, 2-0-ásra a Cloud9-nál, nincs 50 másodpercig lövés, sem támogató játékos, sem Mithios tovább. Kereti KFO-t, jó a sebzés Froggentől és KFO-tól, de Mithios, amíg őrangyal is van, kérem szépen, ne felejtsük el. Ha meg is, ha mégsem, ha meg, jön Impact szemből, majd Sneaky, majd Mithios, majd Snooty, kettős. Webőszítés, és ott hagyja a fogát szépen Froggen, majd KFO is, még a sebzés jó Jensenre. De 4-0-ásra. Szabad inhibitor. Minionok is szépen lassan jönnek. A Cloud9-nak van lehetősége befejezni a meccset. Sorskeze elől villan végül Hard. És lehet menni. Szépen lassan a Minionok is majd fölfognak érkezni a Cloud9 testülete mögött. 14-3 gyilkossági arány. Magabiztos 8000 arany előtt. Kif pedig jönni fog 5 másodperc múlva.
De Froggen még nem. Hár meg fog halni, Robberig hordom, míg oda hár nincs. És ki fiába jön ki biggel, csak ketten vannak ötellel, az hiába is néző kevés, akárhogy számolom. Mit ti hozd bevél a Keefre? Keef alig tud levegőt venni, de még éppensége kijön. Apex szintén menne utána, de nincs meg Keef. Dőr egy Nexus torony, és New a kővédelmeztés Bigre, viszont ugye Keef a fókusz, Keef meghal. Jensen még hátul, lefogazza a fél Foxot, mert én is ne. Róka ellen foggal. Nexus marad hátra. Egy gyémánt Róka ellen fog, érted? Na a Nexus pedig dölt, és így a Cloud9 1-0-val vezet ebben a BO3-ban, de még ne felejtsük el, hogy ez csak egy meccs. És azért annyira nagyon gyors nem volt, hát de azt lehessen már mondani, hogy oh, 2-0. Mondjuk legalább itt a vártat kaptuk, nem úgy, mint a másik csatorna, ahol a Phoenix van és az Immortals. Azt magyarázd meg nekem, ki az Isten az az Inori? Nem értem. A Morde dzsungellel... Új metát teremt Inori. És az összes választásával. És azt hiszem egyszer halt meg Inori az a Mordéval. Így van, 4-1-9. És szétverte a Phoenix az Immortals, gyerekek! Érdekes. Mi, nem is tudom, hogy a Phoenix... Miért most kell föl? Miért az alapszakasz végén, amikor... Inori nem... miért most kell föl? Mi volt Inori az? Szerintem túl sok Darcy streamet nézett, aztán rájött, hogy te Rengára lehet kerízni a meccset. Próbálok javítani, mert már sokszor voltam rend gonosz. Igen. Aztán Rengárból lehet tanulni Darcy-ból is persze. Egyértelműen. Talán ő a legjobb. Talán. Magyarországon. Sok lesz. Csepelem. Sok na mindegy, lényeg, 1-0 jó, a Cloud9-nál. Ez már igaz igazából. Ez már nem lehet igazából máshogy fogalmazni. Egy olyan meccsen vagyunk túl, ami nagyon sokáig a három gyilkosság után kb. 20 pár percig állt. És ment az őrszám párbaj, ment a pályakontrollért való harc, a megfelelő rálátás megszerzése, a megfelelő hívásokért, komfortos területek ugye a teljes rálátása után ugye a meghódítása, a bufflopások, stb. Nagyon tutyimutyi meccsen voltunk. KFO 0-4-ének köszönhetően ő nem jelentett problémát a mérkőzésen, ha ott volt mellette, a záró tüzei viszont jók voltak. De ez önmagában, úgy gondolom, hogy nem azért hozunk Gangplanket, hogy jó legyen a záró tűz. Jó a záró tűz, de ahhoz egy hordót bele kéne még oda csábítani. Nem ez volt a legnagyobb probléma, hanem az, hogy nem tudott az ösvényen semmit csinálni. Az a Gangplankkel. Tehát KFO úgy volt, amikor éppen megjelent, akkor megölték, aztán 0-4, 0-5. És a játék végső szakaszáig nem igazán volt semmi ráhatása. Persze, egyszer a záró tüzével remekül reagált a sem végső képességre, ez egy 1-1-es sere volt, de még úgyse tudta elég gyorsan rátolni az ösvényt arrasára, hogy bármiféle tapasztalati pontot vagy aranyat bukjon. Nem éreztem KFO-t túlságosan magabiztosnak, hasznosnak vagy jónak, ugyan blokk. De viszont, ami pozitívum, de viszont ott nem mondok, még mindig, de cserébe, ami pozitívum, az az, hogy remekül teljesített Froggen. Megint. Közben Keith, szintén. Szeretném felolvasni ő Dimuninak az üzenetét, ami donáción keresztül érkezett. Nem trollkodott, tényleg szivat a PayPal, isteni volt a mai nézők, játék, LCS szintű kommentel, nagyon szépen köszönjük, mindenki élvezte a chatet, ne hagyjátok abban a meccsek előtt kezdéskor, ha van energiátok, lehetne mindig egy sok embert vonzana, jobban élveztük, mint egy-egy LCS meccset, nagyon szépen köszönünk, cukik! Vagytok. Hát mi is szép, nagyon szépen köszönjük. Az ilyen levelekért jó ezt csinálni, de azért Dimuni rohadja meg a Ramuszával együtt. Viszont köszönjük szépen a donációt. Szeretjük, de én azért máshogy is. Egy a lényeg, hogy az Immortals kigabott a másik streamer, hogy nem tudtunk nézni. Én ezzel bulit romboltam, most megöltem bulit? Istenem, dehogy is. A meghitt pillanat a muszáj valahogy... Nem, semmi. Ha már valahogy be akarsz szólni Uninak, akkor mondanád azt, hogy ne overwatchozzon annyit, vagy a roadhagják dobják ki a kukába, vagy valami hasonló, de... De ezek alapok. Ja, jó. Ezek talán túl rosszak. Na mindegy. Jó. Ugye a Phoenix nyert, viszont a mi meccsünket sokkal nehezebben lehetne igazából megfogalmazni és körbeírni. Volt egy a meccsük, amin nagyon sok percig néztük az álló háborút is, nem volt a gyilkosságok, még talán toronyban is. Toronyban is sokáig voltak fej-fej mellett, abszolút. Pár száz arany, meg pár ezer arany különbségek, és nagyon lassan felépített, de szépen előbb-utóbb. Ha Keefre nem csak a válaszok voltak jók, hanem meg is sikerült ölni, Mithios nem egyszer villant rá, és amikor Mithios rávillant, akkor volt halott Keef. Ez háromszor is megtörtént, és igazából onnan volt már fordított küzdelem, és gyorsabb
ledózerolása a teljes Fox gárdájának ugye a Cloud Knight-tól. Én úgy gondolom, a Cloud Knight ezt a meccset talán rövidebbre is húzhatta volna. Azért ezt egy pillanatra mutassuk meg, ne haragudj. Ez a Phoenix Tehát, hogy úgy nyert a Phoenix One csapata, hogy körülbelül fel annyi sebzést osztottak összességében, mint az Immortals. Erre a legjobb dolog az, amit lehet mondani, hogy lehet sok sebzést okozni, de ha kicsit okozol, nem mindegy mikor, milyen pillanatban. Ez igaz. Ez abszolút Mert igaz. Egy legutolsóbb aranasra lopásra csinálta 5000 sebzést, és azzal nyerted meg a meccset. 5000, érted, mint Dimuni, érted? Mi van? Szóval nem mindegy mikor csinál meg azt a sebzést, ha kicsi, ha nagy, ugyanúgy használható. Jó kicsi is, nagy is. Meg kell tanulni jókor elnyomni a sebzésedet a legfontosabb időkben. Szóval hiába volt Ferrari sebzése, a Phoenix a Mordekaiserrel már úgymond leigázta BM-ben mindenben az Immortals. Mi pedig ezzel a lendülettel köszönjük meg a szót, és érkezünk vissza cirka 5 percen belül a második mérkőzéssel ezen a BO3 összecsapáson belül. Ne menjetek messzire. Nincs is reklám. Sziasztok!